Od 9. hodiny s kultúrnym domom varil v kotlíkoch guláš. Začala sa totiž súťaž vo varení. 9 órától a kultúrház előtti téren már pattogott a tűz a bográcsok alatt, hiszen a gulyás főzőverseny vette kezdetét. O 10. hodine sa veriaci našej obce zúčastnili na ekumenickej bohoslúžbe v reformovanom kostole, kde sa zúčastnili aj predstavitelia rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. 10 órától ökumenikus istentiszteleten vettek részt falunk hívei a református templomban, ahol többek között jelen volt a katolikus és az evangélikus egyház képviselői is. Szeretnék mindenkit köszönteni. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szervizom vás pozdravit, apostolským pozdravom, milosť vám a pokoj Boha Otca našeho, i od Pána Ježíša Krista. Amen. Kedves testvéreim, tisztelt megjelentek, nagy örömömre szolgál, hogy itt református Leányegyházközségünk templomában köszönhetjük egymást, mint három felekezetnek a népét, és nem csak három felekezetnek a népét, hanem mint ennek a községnek a lakosait és polgárait is. Örülök annak, hogy lelkész testvéreimmel együtt, hogy a község kezdeményezésére az izsai falunak alkalmából tarthatjuk ezt az ökumenikus istentiszteletet. És hiszem azt, hogy ez mindannyiunk számára sok áldással fog járni. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben a községben szolgáló lelkipásztorokat, Balla Gáspár plébános urat, római katolikus felekezettől, Miroslav Fárgas lelkipásztor urat, az evangélikus egyházközségtől. Szeretettel köszöntöm a község polgármesterét, Sámson Ferenc polgármester urat, polgármester helyettes asszony, és mindazokat, akik eljöttek, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Mili bratia sestri, vítam vás našom reformovanom zbore, celocirkevnom zbore, našom kostole. A teším sa, že táto ekumenická bohoslužba bola organizovaná
z iniciatívy obce v rámci Ižianských dní alebo Ižianského dňa. A teším sa, že tu môžeme byť spolu a ja verím, dúfam, že dostaneme všetci, ktorí sme tu, požehnanie od nášho Pána Boha. Teraz nasleduje spevokol. Prosil by som spevokol, aby zaspievali nám pieseň. Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji, nám si ich dal, aby zachovali Tvoje slovo. Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal. Tieto slova, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali v pravde, že som od Teba. A vyšiel som od Teba a uverili, že si ma Ty poslal. Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. Modlíme sa. Nech je zvelebený Boh Otec nášho Pána Ježiša Krista. On chce, aby všetci ľudia spolu dosiahli spásu tým, že budú žiť v spoločenstve, ktoré vyviera z účasti na svetom živote v Kristovi. Buď zvelebený, Otče, že si zbudil nás prvými kresťanmi prostredníctvom ducha hnutie za jednotu, ktorú si želáš. Prostredníctvom Tvojho ducha novým pokoleniam spolu zvestujeme, že Ty si Pán dejín a Spasiteľ stvorenia. Buď zvelebený, Otče, lebo si nás požehnal všetkým požehnaním Kristovi, že Ty si nás upevnil vo viere, nádej a láske. Kiež by bol život každého z nás a naše spoločenstvo na chválu Tvojej slávy. I Matko Zum. Ó, Uram, add, hogy benned éljek és létezzek, ahogyan Te egyetlen isteni személyedben élsz és létezel. Légy az én mindenem, és én hadd legyek úgy titokzatos tested része, amint az emberiség része
a két különböző természetben levő isteni élet. Add, hogy csont legyek a csontodból, test a testedből, lélek a lelkedből. Add, hogy részesedjek életed utolsó napján mondott imád hatásaiban, a kereszt felé indulva, miután imádkoztál apostolaidért, azért könyörögtél örök atyádhoz, hogy egyek legyünk, ahogyan te egy vagy ő vele. Amen.